köszöntse a rendezvényét körülményt. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy ismertek! Tisztelt meghívottak, kedves szülők, kedves végzős diákok, kedves kollégáim! Minden tanév várovált eseménye, a szabadalat ünnepé és bál. Sajnos ma a járványhelyzetre való tekintettel csak az ünnepét tudjuk megtartani, de amennyiben várható időn belül lesz lehetőség, megtartjuk a várt is. A mai nap a büszkeségét és a köszönetét. Büszkeségét azért, mert mi büszkék vagyunk rátok. Mi büszkék vagyunk magunkra. Ti is létek büszkék magatokra, arra, hogy a kollákosok voltatok 3-4 évig. A köszöneté, mert a mai elmúlt két évben, de mai most egy két évben sokan köszönhetnek sokaknak sok mindent. Iskolaként köszönjük azt a 3-4 év ezelőtti döntést, amelyben minket választottatok, reméljük, hogy az élet igazolja, hogy jól döntöttetek. Kérem, hogy a végzős diákok köszönjék meg szüleiknek, hogy ma így együtt lehetünk végzős kollákosként. Én köszönöm kollégáimnak, hogy ilyen iskola vezetője lehetek. És külön köszönöm annak az 5 kollégámnak a munkáját, akik eddig segítették a diákokat a rögös útjukon, reméljük, hogy sikeres vége lesz a útnak. Kérem az osztálytörőket, hogy jöjjenek, hadd köszönjem meg munkájukat. József Attila. József Attila, hidd el, hogy nagyon szeretlek. Ezt még anyámtól örököltem. Áldott jó asszony volt, látod? A világra hozott. Az életet hiába hasonlítjuk cipőhöz, vagy megtisztító intézethez. Mégiscsak másért örülsz neki. Naponta 3-szor megváltják a világot, de nem tudnak gyufát se gyújtani. Ha így megy tovább, nem törődöm vérük. Jó volna jegyet szerezni, és elutazni magunkhoz, hogy bennetek lakik. Az bizonyos. Minden reggel hideg vízben fürdetem gondolataimat, így lesznek frissek és épek. A gyémánból jó, meleg az műnek, ha előtetjük a szívünk alá. Akarnak olyanok, akik lóvon, autón és repülőgépen is gyalog vannak. Én a pacsinták hajnali énekében nevelészek, mégis túljutottam a szakadékunk. Igazi lelkünket, akár csak az ünneplő ruhákat, gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnep. Yeah.
Sárvány Erika, félúton. Valahogy mindig félúton vagyok. Remélve, nem vagyok útban senkinek. És még valahonnan, bárhova jutok, valami jót mindig magammal viszek. Valahogy mindig félúton vagyok. Úton a múltból, talán a most felé. S ha elhiszem, szép jelenem élem, hegyek szúrulnak a két lábam elé. Valahogy mindig félúton vagyok. S néha félek, elpodolom az út. Olykor elfog az a furcsa érzés, hiába megyek. Minden út körbe. Valahogy mindig félúton vagyok. Mondják, az út a fontos, nem a cél. Vezet hitem eltökélt magamban, s hogy minden lépés a csillagok ígér. Valahogy mindig félúton vagyok, mint ki örökké utazni kényszerül. Csomagom könnyű, egy szív és egy lélek, és próbálok úton maradni, emberül. Yeah, I'm always
tanárainkból és diákjainkból alkalmilag szerveződött zenekar és kórus adta elő, felkészítőjük Fülis is látó tanárunk volt. A verseket Gajas Anna Sára és Vadász Móráka Hanna előadásában hallhatnánk. Most Gyetvei Gergely tanárunk ünnepi beszéde következik. Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, elsősorban diákokat, természetesen rokonságokat, barátaikat, ismerőseiket, ismerőseiket is akár, és nem utolsó sorban tanáraikat, kollégáimat. Engem ért a megtiszteltetés, hogy megfogalmazok néhány gondolatot így végzőseink számára. Félértések elkerülése véget még nem búcsúzkodok, jó, annak még nincs itt az ideje, majd eljön az is. 8. éve tanítok a Pollákon, de hogy próbáltam ezt kiszámítani, igazából arra jöttem rá, hogy nem is annyira tanévekben gondolkodok, hanem inkább diákok arcához, diákok osztályközösségeihez próbálom kötni az időt. Minden osztály egy külön korszak. Tehát valami kicsit furcsa már felidézni így a ilyet fejeket a Szerzs hallgatóról. Látjuk ugye most ezeket a fes fiatal hölgyeket és urakat itt köreimben. És hát 3-4 évben az életkorban ugye meglehetősen soknak számít, de azért most elég jó tűnik, mintha nagyon gyorsan elröppent volna. No, remélem, hogy mindaz, amit iskolában megtanultatok, az hasznotokra válik így az életetek során. Remélem, hogy mindazok a szakmai tapasztalatok, emberi tanulságok, tanáraitok jó példája, vagy éppen tanáraitok emberi gyarlóságai hasznos útjelzők lesznek az előttetek álló években. No, remélem, hogy ezek az évek nem csak iskolába járással teltek, hanem azért kicsit csiszolódott az értékrendetek, kötődtek barátságok, és hát sikerült talán céltudatosabb állnálóvá is válni. A csapatmunka és önállóság tekintetében azt hiszem az online időszak sok tanulsággal járt, de csapatmunka alatt értem azt, hogy egy ember megcsinálta a beadandót, 20 másik pedig beadta. Igen, én megjavíthattam a 20 helyesírási hibák szintjéig megegyező dolgozatot, ami esetleg még a nevek is megegyeznek néhány esetben. Ami az önállóságot és a kreativitást illeti, a Pollákos diák itt is verhetetlennek bizonyult, azt hiszem, legalábbis, hogyha kifogásoknak a kitalálásáról volt szó, hogy éppen miért nem tud valaki becsatlakozni egy online órára, vagy miért nem készültett beadandó, mert hát tanárul magának nem tűnt fel, hogy az egész megyében nincsen áram. Kukók elragadották a nagymamámat, és meg kellett menteni, vagy megyek. Igazából a konyhában főztem, de figyeltem, esküszöm. Ezek folyamatosan voltak. Így utólag ez már viccesnek tűnik, de akkoriban, amikor egy monitornak próbáltam órát tartani, hát az nagyon-nagyon értelmetlennek tűnt ez az egész. És hát nyilván ennek az utóhatásait még nyomjuk egy darabig. Beszélhetnék még felnőtté válásról, érettségről, de hát azt hiszem így a hamarosan megtekinthető osztályvideók ékesen bizonyítják, hogy azért a soraitokban még bőséggel vannak örök éretlenek, de ez így helyes és így van jól. No, évvégén ennek a Polláknak ugye az 5 osztályában több mint 100 diák fogja középiskolai tanulmányait befejezni, ugye szakmai vizsgákkal vagy érettségivel. Egy részük még, nagy részük reméljük marad még technikumban vagy egyéb képzésben, a többieket pedig várja ugye, a ismeretlen, ugye várja a munka és a továbbtanulás. De amint mondtam, ez még nem a búcsú ideje, ez itt még az hallgatható, ami ugye a végzősöknek az ünnepe. Még szerencsé, hogy ilyen közel van a hallgassa, farsamhoz, bocsánat. No, a nagy végső hajrá előtt még lehet egy utolsó nagy megpihenés, egy utolsó nagy bulizás, úgyhogy ezt használjátok ki, mert utána májusi már nagyon nem kell aludni. Ugye akkor jön egy eddigi legjobb megmérettetés a szakmai vizsgák érettségi, úgyhogy addig is viseljétek ezt a szalagot, amit kaptatok. Ez nem csak az iskolát jelképezi, hanem azt a 3-4 évnyi felkészülést, feladatvállalást, sikert, kudarcot, örömet, bánatot, ami már mögöttetek van, és amit már senki nem vehet el tőletek. Kedves végzősök, a munkánk része az, hogy igyekszünk formálni benneteket, ez egy két irányú dolog. Ti is formálkod bennünket, mi is csiszolódunk, meg kopunk is, ami azt illeti ebben a folyamatban. Én a magam részéről köszönöm
minden diákomnak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy én is csiszolódjak, hogy ellenvívány kicsit így simuljanak. Ugye köszönöm a leckéket, amiket kaptam új szavakból, kifejezésekből, szlengből, és hát természetesen elfogadásból és empátiából is, mert ebben egyébként már most jobban vagytok, mint az én generáció. Úgyhogy a mai nap ünnep, ünnepeljünk jól, és hát kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a nap hátra levő részére. Köszönöm a figyelmet! Gergely Ivan tanárnő.
12. C, vegyész osztály, osztályfőnöke Gyertvai Gergely tanár úr. Thank you.
negyedik F, ács és festőmázoló tapétázó osztály, osztályfőnöke Tormási Sándor tanár úr.
szándékaink szerint az ünnepélyemén legalább másfél órátta. Akinek kényelmetlen a maszk használata és egy kicsit nehezebb a levegő, ajánljuk, hogy az aulában kivetítőn láthat minden, tehát hogy közelebbről, mint itt a nézőtérre. Tehát nem marad a senkiről, akinek a maszk nehezen használható, aulában minden látható. Köszönöm szépen! A következő percekben a 11. F-osztály képes összeállításban idézi fel az elmúlt három tanévet legemlékezetesebb pillanatait. Моя, как моя, створенная за...
két őszak gimnáziumi osztályban bemutatják búcsutáncukat, majd képmontázsokat láthatunk középiskola éveikről. A 12. A és a 12. B táncának koreográfusa Takács Gábor. A 12. C osztály Molnár Ákos tanította be. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah.
szálljon az éjjel át. Tüntet el a rendet, megtörjük a csendet, csavard fel a szőnyeget. Mozik már a város, a lámpák égnek, sem van az utcán lent. A fincsikorkás ezt megszűnik, a villamos se csenget, szemény furcsa hangokat egy. Egy lakó volt nincs, csak a kárta ide száll! Az ajtót visszhangzik már a lépcsőhát, nem törődünk vele, nem szólhatna vele, csavard fel a szőnyeget.
and gentlemen, please make some noise for... Just can't refuse it, like the way you do this.
You ripped out all my parts. Worst of all, for me to live, I gotta kill the part of me that saw. And I needed you more. I hope you know we had everything. And you broke me and left these pieces. I want you to hurt like you hurt me today. And I want you to lose like I lose when I play what could have been. Sure.
12 a osztályfőnökét, kérem, fáradjon az igazgató irodába. Táncol, és is a táncol.
Együtt nézzük meg a képeket, oké? Egyszer. Utána töröljük a bizonyítékot. Csak egyszer. Jó? Jó. 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 Oh, szűnanyám! With my swagger, hop in that whip, though I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind, where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping now, my Pirelli's on. Unlike my Dewey, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the neck, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. Lil' mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodie powers. Like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper plane's making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, a fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like I know you. You run the show like a gun out a holster. Tell me whatever and I'll be your sofa.
maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world and there's no other girl like you. No one. What's your history? What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby. Don't call me back.